A nagy mítoszok. Bellerofon, az ember, aki Isten akart lenni. Minden egy gyilkossággal kezdődött. Véletlen volt, de mégiscsak gyilkosság volt. A nap lenyugszik a horizonton. Hipponoosz kifeszíti íját. Semmi kétség. Csak is a gímszarvasra céloz, amelyet fivérével, Bellerosszal immár 2 napja üldöznek. Hipponoosz visszatartja lélegzetét. A nyilvessző elrepül. Hirtelen éles sikoly tör az ég felé. De nem állaté. Emberi hang. Hipponoosztól néhány lépésre egy alak lerogy a földre. Nem a szarvas az, hanem egy ember. Hipponoosz a holttest fölé hajol, és rádöbben, hogy az a fivére holtteste, Belleroszé. Iszonyú rémület tükröződik az arcán, elveszett. Hiszen aki a testvérét megöli, azt nem csak az emberek ítélik el, hanem az istenek is kiátkozzák. Ezentúl nem úgy hívják majd, hogy Hipponoosz, hanem úgy, hogy Bellerofón. Ami azt jelenti, Bellerosz gyilkosa. Miután eltemeti a testvérét, ráfekszik a sírra és bámulja a földet. Hogyan nyerhetné el az istenek bocsánatát? Annál is inkább, mert ott fönn az Olümposzon egyesek nem átalják megemlíteni, hogy ennek a gyilkosságnak előbb vagy utóbb be kellett következnie. De hát ki is ez a Bellerofón? Csak nem egy halandónak, minden idők egyik legnagyobb bűnözőjének az unokája, Sziszüfoszé? Sziszüfosz az agyafúrt, Sziszüfosz a hazug. Hazugságait Zeus azzal büntette, hogy egy hatalmas kősziklát kell fölfelé görgetni egy dombra, amely a dombtetőről minduntalan visszazuhan. Bellerofón hőstettekről álmodozott. A legnagyobb héroszok egyike szeretett volna lenni. És most mindennek vége. Száműzetés vár reá. Még egy utolsó pillantást vett szülővárosára, Korinthoszra. Ez az a város, ahol az apja, Glaukosz a király. Ez az a város, ahol ő a királyfi. Tudja, hogy az ajtók itt ezentúl zárva lesznek előtte. A szokás megköveteli, hogy a gyilkost közösítse ki a város, ítélje bolyongásra mindaddig, amíg egy másik város be nem fogadja, amíg egy másik király arra nem méltatja, hogy felkínálja számára vendég szeretetét. Bellerofonnak ekkor Proitosz jut eszébe. Proitosz az Argoszöböl melletti Tirünsz királya. Proitosz talán lesz olyan nagy lelkű, hogy befogadja őt. Úgy hírlik melegszívű, jóságos király. Bellerofón útnak indul. Proitoszt meghatja Bellerofón története, szíven üti a tragédiája, és fölajánlja neki palotája vendégszeretetét. Bemutatja neki az udvar minden tagját. Köztük Szténeboja királynét. Anélkül, hogy sejtette volna, Proitosz egy újabb tragédia első felvonását indította el. Egyik éjszaka, amikor Bellerofón már alszik, nyílik az ajtó. Egy karcsú alak siklik át a szobán, és bebújik Bellerofón mellé. A királyné az. Szténeboja. Bellerofón fölugrik.
A királyné megvallja lángoló szerelmét, és csókokkal borítja el a férfit. Szereti, beleszeretett, amint megpillantotta. A szerencsétlen fiatalember riadt. Szténeboly a királyné újra átöleli, szorosan simul hozzá. Bellerofon ellenáll. Szó sem lehet róla, hogy visszaéljen Proitosz vendég szeretetével. Követeli, hogy a királyné hagyja el a szobát, és ne zaklassa őt többé. A királyné megszégyenülten távozik. Tekintete gyűlölködő. Biztos, hogy nem hagyja annyiban a történteket. Másnap Szténeboly a királyné nyilvánosan azzal vádolja Bellerofont, hogy meg akarta őt erőszakolni. A fiatalember hiába tagad, senki nem hisz neki. Proitosz király rendkívül szorult helyzetbe kerül, amelyből nem látja a kiutat. A sérelmet nem hagyhatja megtorlás nélkül. Ugyanakkor nem ölheti meg a vendégét a saját kezével, ezzel megszegni a vendéglátás szent törvényét. Ha áthágja a törvényt, magára vonja az alvilág isteneinek haragját. Ekkor támad egy ötlete. Proitosz arra kéri Bellerofont, vigyen el egy levelet az apósának, Jobatésznak, Lükia királyának. A fiatalember örül, hogy így megúszta a dolgot, és vállalja a feladatot. Fel sem merül benne, hogy a halálos ítéletét kézbesíti. Amikor Bellerofon megérkezik Jobatész király udvarába, mindenki szeretettel fogadja. Az első 9 nap csupa örömünnep, vigalom. Csak a 10. napon bontja föl Jobatész a Bellerofontól átvett levelet. Amit megtud belőle, attól rettentően kínos helyzetbe kerül. Proitosz azt írta. Kérlek, öld meg a levél átadóját. Ez a férfi megpróbálta megerőszakolni a leányodat, aki egyben az én feleségem. De ugyanazon okból, mint a veje Jobatész, retteg Bellerofon megbüntetésétől. Nem ölhet meg egy vendéget az istenek megsértése nélkül. Találnia kell valamilyen megoldást. Tehát feladatot bíz Bellerofonra. Öljön meg egy iszonyatos szörnyeteget, aki évek óta garázdálkodik az országban. A szörnyeteg a pokol legkegyetlenebb démonainak szülöttje. Egy 3 fejű ádás teremtmény. Oroszlán feje vérre szomjazik. Bakkecske feje lángokat lövel. És kígyó feje tüzet okád. A szörny neve Chimaira. Bellerofon vállalja a megbízatást. Nincs tisztában a veszéllyel. Végre bizonyíthatja hősiességét. Milyen régóta vár erre a pillanatra? Gyermekkora óta hőssé akar válni, belépni a történelembe, hogy legendák énekeljék meg bátorságát. Egyenrangúvá válni példaképével. Perseusszal, a félistennel, Zeus szerelmének gyümölcsével, aki azzal nyerte el a dicsőséget, hogy megölte a gorgók egyikét, Medúszát. Meg kell találnia a módját, hogyan támadhatja meg a Chimairát annélkül, hogy fölfalnák a lángok. De ha hátulról közelíti meg, akkor a szörny gigantikus farka agyoncsapja. Bellerofon elhatározza, hogy tanácsot kér egy jósnőtől. A jósnő kijelenti, hogy a szörnyet csak a levegőből tudja legyőzni. Hogy ezt megtehesse, annak egyetlen módja van. Befogja és megszelidíti Pegasust, a csodálatos szárnyas lovat. A múzsák imádott hófehér lovát, a legyőzhetetlent. Pegasus. Bellerofon most aztán tényleg a rettenthetetlen héroszok, Perseus, Jászón, Orpheus, Heraklész nyomdokaiba léphet. Azt mondják, teszi még hosszá a jósnő, hogy a Pegasus a múzsákkal él a Helikon hegységben. Bellerofon átkutatja az egész vidéket. A paripának semmi nyomát nem leli. Járja az utakat, az erdőket, sehol semmi.
Végül egyik reggel Athéné temploma felé viszik a léptei. Kimerülten roskad le egy oszlop tövébe, és elalszik. Gyakran megesik a halandókkal, hogy álmukban megjelennek és beszélnek hozzájuk az istenek. Íme most Athéné a bölcsesség istennője szól az ifjúhoz. A következőket mondja. Egy ajándékot helyezek a lábadhoz. Lehetővé teszi számodra, hogy meglovagold az isteni Pegasust. Győzedelmeskedésed után mondj köszönetet Poseidonnak, Pegasus apjának. Építs a tiszteletére egy templomot. És az istennő hozzáteszi, a szárnyas paripát a Peiréné forrásnál találod meg. Ott szeret inni. Amikor Bellerofon fölébred, az ajándék valóban ott van. Letették mellé a földre. Egy arany zabla. Bellerofon az istennő által megjelölt hely felé tart. A Peiréné forráshoz. Ez a varázserejű forrás Peirénének, az Aszópos folyó leányának könnyeiből fakadt, miközben fia halálát síratta el, akit Artemis isten akaratlanul megölt. Athéné igazat mondott. Pegasus ott időzött. A makulátlan fehérségű, fenséges paripa békésen várakozik. Bellerofon megközelíti, óvatosan ráhelyezi az aranyzablát, majd rövid habozás után fölpattan a hátára. A ló ágaskodik, nyeri így, hogy beleremegnek a lombok, majd fölemelkedik az ég felé. Szárnyal, suhan a felhők fölött. Csodálatos paripa. Bellerofon engedi szabadon szárnyalni. Pegasus repíti Athéné ifjú védencét Kimaira barlangja felé. Miután átsuhannak hegyek, dombok fölött, Pegasus egy ponton körözni kezd a levegőben. Kimaira félelmetes sziluettje kezd kirajzolódni. Pegasus egyenesen a szörnyre száll rá. Bellerofon előkapja íját, kilövi nyilvesszőit, miközben a paripa a szörnyetek fejét zúzza a patáival. De semmi nem történik. A szörny elpusztíthatatlannak tűnik. A nyilvesszők lepattannak róla, mint az üvegcserepek a páncélingről. Ekkor, ismét Athéné tanácsára, Bellerofon olmot erősít a lándzsája hegyére. Amikor Pegasus ismét Kimaira felé közelít, Bellerofon belemártja lándzsáját a hitvány szörny pofájába. Kimaira tüzet okád, de a tűz megolvasztja az olmot, ami lefolyik a torkán, és szétmarja a belső szerveit. A harc véget ért. Bellerofon győztesen térhet vissza Iobatész palotájába. Az ifjút úgy ünneplik, mint egy felszabadítót. De különös módon Iobatész király semmi örömöt nem mutat. Se hála, se köszönet. Inkább bosszúsnak tűnik. Hiszen Bellerofonnak fizetnie kell veje és lánya bántalmazásáért. Megkéri hát Bellerofont, hogy győzze le a harcos Szolimokat, egy kegyetlen elvadult hegyi népcsoportot. Az ifjú ismét útnak indul. Semmi sem tudja megfélemlíteni, hiszen sikerült az elképzelhetetlen, megölte a Kimairát. A hűséges Pegasus segítségével
Bellerofón leveri a barbárokat. Amikor visszavonul, 100 meg 100 véres holttestet hagy maga mögött a csatamezőn. Jobatész össze van zavarodva. Elkezd töprengeni az ifjú származásán. Glaukosz fia. De azt híreztelik, hogy valójában maga Poszeidón az apja, az óceánok és tengerek ura. Bellerofon tehát egy isten leszármazottja. Na és, meg kell halnia. Alig tér vissza Bellerofon a palotába, Jobatész már is harcba küldi az amazonok ellen. Az amazonok irtózatos, kíméletlen harcos nők. Félelemben tartják a lakosságot, sok mendemonda terjed róluk. Azt mesélik, hogy Árész a háború istene és a legbékésebb nimfa Harmónia utódai. Az amazonok megölik a fiú gyermekeket, vagy megvakítják, megnyomorítják őket, és szolgaként tartják maguk mellett. Azt is mondják, hogy az amazonok levágják saját jobb mellüket, hogy az ne akadályozza őket a dárdavetésben, és azt is mondják, hogy legyőzhetetlenek a harcban. Mindez egyáltalán nem riasztja Bellerofont. Meglovagolja a büszke Pegasust, és mit neki ezek a legyőzhetetlenek? Visszatértekor Lükia népe örömmámorral fogadja Bellerofont. Dicsőítést hallani mindenfelől. Csak Jobatész arca komor még mindig. Nem csak, hogy nem mond köszönetet, de ezúttal legjobb katonáinak parancsolja meg, hogy fogják el és öljék meg az ifjút. Ez már sok. Bellerofon legyőzi a király katonáit, és siet Jobatészhez azzal a feltett szándékkal, hogy magyarázatot követel. Jobatésznek elerednek a könnyei. Most már világosan látja, hogy Proitosz tévedett, amikor az ifjút a királyné elcsábításával vádolta. Megmutatja Bellerofonnak Proitosz levelét, amely megparancsolta az ifjú meggyilkolását, és szégyenkezve hajtja le a fejét. Bellerofon áldott. Az, aki meg tudja szelídíteni a betörhetetlen Pegasust, aki meg tudja ölni a Kimairát, le tudja győzni a Szolimokat, és megveri az amazonokat, az csak is az istenek gyermeke lehet. Abban nem vitás, a hatalmas Poszeidón isten vére csörgedez. És Jobatész még messzebbre megy, hogy bizonyítsa csodálatát, fölajánlja Bellerofonnak a saját leánya kezét, és az ifjút teszi meg örökösének. A hír azonnal elterjed egész Görögországban. Bellerofon egy félisten, Poszeidón isten fia, a csodás Pegasus fivére. Bellerofon elégedetten és bizonyos gőggel nyugtázza a túlbuzgó rajongást. Becsvágya végre kielégült, önelégültsége boldoggá tette. Mindemellett az álnok Szténeboyját, aki hazug erőszakoskodással vádolta, meg kell büntetni. Pegasusra vár ez a feladat. Pegasus elrepült Tirünszbe, ahová a királyné akkor menekült, amikor megtudta, hogy gonosz terve elbukott. Éjszaka kiszokott sétálni a palotából. Egy ilyen pillanatban érkezik meg Pegasus. Azt javasolja Szténeboyának, hogy üljön föl a hátára. A királyné ezt meg is teszi. Pegasus a tenger felé veszi útját.
és a zajló hullámok fölött elkezd hevesen ficánkolni. A királyné rémülten markolássza a ló sörényét. Pegasus ágaskodik, nyerít, szökel, ugrándozik. És Szténeboja ezúttal menthetetlenül zuhan lefelé. Bellerophon végre boldog. Felesége Jobatész király lánya 3 gyermeket szült neki, és most már Bellerophon Lükia királya. Csak hogy elkövet majd egy hibát. Egy végzetes hibát. Minél több hőstettet hajt végre, minél jobban eléri Poseidon nagyságát, annál lenézettebbnek, megalázottabbnak érzi magát. Végül egyenesen gyűlöli ezt az istenapát, akit ráerőltettek, és aki megakadályozza, hogy csak önmagáért dicsőítsék őt, csak azért, mert ő Bellerophon. Egyébként sem hisz a szóbeszédnek. Az ő apja nem isten, és soha nem is volt az. Se Poseidon, se Apollón, se Zeus. Az ő apja Glaukosz, egy egyszerű halandó. És ő, Bellerophon másnak sem köszönheti a sikereit, mint saját tehetségének és bátorságának. És hogy mindenkivel tudassa ezt, hangosan és határozottan hirdeti, hogy az istenek nem is törődnek az emberek dolgaival. Hogy az egész istenesdi, csak üres szemfényvesztés. Az istenek meg sem érdemlik dicsőséges sorsukat. Ő, Bellerophon, egy halandó fia, van olyan erős és bátor, mint bármelyik isten. A papok próbálják csitítani. Könyörögnek neki, hogy vonja vissza szentségtörő szavait. Bellerophon szörnyű haragra gyúl. Fog egy buzogányt, rombolni kezdi vele Poseidon templomának egyik oszlopát. Az istenek nem érnek semmit, üvölti. Én egyedül értem el mindent. Egyedül, értitek? Egyedül! Dühében Bellerophon újabb tervet eszel ki. Eddigi legőrültebb tervét. Mivel őt istenként tisztelik, akkor az ő helye nem inkább az istenek közt van? Az Olimposzon, a halhatatlanok között. Meglovagolja Pegasust és fölemelkedik a levegőbe, az Olimposz felé. Ez lesz az utolsó útja. Ugyanis az istenek kedvelik a hősöket, de csak addig, amíg azok elfogadják és nem hágják át az embereknek fölállított korlátokat. Pegasus alig emelkedik a magasba, amikor Zeus kilép a palotájából. Figyeli a lovat, ahogy feléje szárnyal. Akkor egy csettintésre megjelenik egy bögöly. Egy bögöly, akit rápöcköl a világszép és legyőzhetetlen paripa hátára. A hű Pegasus Zeus bögőjétől izgatottá válik, megvadul, megbokrosodik, dobálja magát, és Bellerophon egyensúlya kibillen. A zuhanás szédítő. A sokk iszonyatos. Bellerophon egy tüskebokor közepébe csapódik bele. A tüskék kiszúrják a szemét. Hihetnénk, hogy halott. De nem az. Zeus nem akarta, hogy meghalljon. Az istenek királya úgy gondolta, hogy a halál túl enyhe büntetés a gőgös elbizakodottság bűnéért, amelyet Bellerophon elkövetett. Amikor a fiatalember magához tér, vak és nyomorék. Tébolyultan, reszketve, sántán botorkál az úton, amit észlel maga előtt. Senki sem tudja, hova lett Bellerophon. Azt sem, hogy végződött az élete. Elfelejtették.
És mind a mai napig senki sem hallott arról az emberről, aki mindent elkövetett, hogy nagy hősként maradjon meg az emberek emlékezetében, és aki merészelte azt állítani, hogy egyenrangú az istenekkel. Narrátor Széles Tamás, a magyar változat munkatársai. Ambrus Zsuzsa, Barabás Klára, Soltész Márton, Sós Imréné, Trázer Mária. A magyar változat az MTVA megbízásából a Mahír stúdióban készült. Produkciós vezető Fodor Eszter.